Üdvözlök mindenkit, ez itt a Taurus Cornu Petit Podcast csatorna, és a Grimmauz Recording stúdióban jelentkezem. Én Herman Zsófia vagyok. Én pedig Tóth Xenia. Mai témánk a köztéri művészeti projektek, és akit kérdezünk erről, volt esztétika tanárunk, Mélyi József lesz. Bemutatkozol nekünk pár mondatban? Nehéz bemutatkozni, de általában azt szokták odaírni a nevem mögé, hogy művészettörténész, meg ezt is szeretem a legjobban. Azon kívül tanítok ugye a képzőművészeti egyetemen, az elméletszakon, és így azért nem csak elméletszakosokat tanítok. Hú, még kiállításokat csinálok itt-ottam-ott néha-néha, és írok is művészetről elég sokat, most már majdnem 30 éve. Az szép. Köszi. A fő kutatási témád az emlékezet emlékmű. Hogyan alakult ki ez a kötődés nálad? Kényszerből, vagy nem is tudom, nehéz megmondani, mert nem ez volt az eredeti témám, de amikor először a képzőre kerültem, akkor ott lett egy ilyen lehetőség, hogy köztéri művészetről beszéljek, ez 2009-ben volt, és érdekelt akkoriban a public art és a public artnak a különböző irányzatai, akkori társadalmi szerepvállalás a köztérben, maga ez a fogalom, hogy a nyilvánosság és a köztér hogyan függ össze, ez akkor elkezdett érdekelni, és aztán utána ez az érdeklődés hát elérte a határait valahol, tehát hogy úgy éreztem már, hogy egy pár év után, hogy elég sok minden már tehát sok minden már nincs ebben a témában, és akkor egyszer csak érdekessé váltak az emlékművek, főleg a magyar kormányzat emlékezett politikája miatt, illetve úgy általánosságban is eltolódott az emlékművek felé az érdeklődésem, aztán meg még jobban szűkült ez az érdeklődés, és akkor orosz-szovjet emlékművek iránt kezdtem el érdeklődni, és az lett valahogy a szakterületem, aztán most meg az idő és a történelem egyszer csak behozott engem, és valahogy hát nagyon érdekessé vált mondjuk az orosz-ukrán emlékezett politikai konfliktus kapcsán, hogy hol gyökereznek ezek az emlékezeti gonoszságok az egyik oldalon, a másik oldalon, meg az a bonyolult történelmi összefüggés, ami mondjuk Ukrajnának a múltja. Nekünk erről eszünkbe jut Krisztóf és Jean-Claude projektje, amikor műemlékeket fednek be, takarnak ki, és szintén, tehát, hogy van... Vagy inkább csomagolnak. Vagy igen, becsomagolnak, hogy... Te tudsz ezekhez kapcsolódni, vagy neked mi a véleményed ezekről a projektekről? Bocsánat, csak hogy még megjegyzem, hogy 2021-ben ugye még meg is valósítottak nála pont a Covid időszak alatt egy nagy projektet, amár már mind a ketten meghaltak, a Párizsi Diadalívet csomagolták be, és még ezzel kapcsolatban is, hogy kérdezem, hogy neked mi a véleményed erről, hogy mármint az üzenetéről, az üzenettel kapcsolatban, amit szeretnének képviselni ezzel a koncepttel. Ugye ez egy nagyon hosszú ideig tartó projekt volt. Ugye Krisztónak ez már egy, hát egész életét tulajdonképpen ez a projekt hatja át. És hát a korok megváltoznak, tehát hogy az, hogy a 70-es, 80-as években mit jelent egy ilyen köztéri beavatkozás, és mondjuk 2010 környékén mit jelent, az már egy nagyon, nagyon nagy változás. Hiába, hogy ő úgy látszólag nem csinál mást, ez folyamatosan nagyon mást jelent. Hiszen azért a közben átléptünk így a modernizmusból a posztmodernbe, és a jelentések meg üzenetek állandóan változnak szerintem, akár hogyha ugyanazt az épületet csomagolják be kétszer, akkor is nagyon változik. Személyesen nekem az egyik nagy élményem az volt, amikor én Berlinben éltem a 90-es évek második felében, és akkor csomagolták be a Reichstagot.
És én előtte nem sokat gondoltam azért erről. Tehát, hogy oké, egy konceptuális alkotás, megcsinálják, dokumentálják, valahogy ez van, jelenségként tekintettem rá. És aztán ott, amikor megláttam ezt az egész hatalmas vállalkozást, hogy milyen rohadt nehéz becsomagolni egy épületet egyáltalán, hogy kell azt megtervezni, milyen apró finomságokon múlik, hogy az jól néz ki egyáltalán, vagy valahogy egyáltalán mutat, és nem úgy néz ki, mint egy, nem tudom én. Mint egy építkezés. Mint egy építkezés, igen, felállványozott. De úgy rémlik, hogy akkor pont fel is újították a Reichstagot, utána kezdték. El, igen. Hát, hogy pont, hogy azzal gyakorlatilag elrejtették az építkezést magát, hogy csomagolással. Hát, utána kezdődött a Foster-féle kupolaépítés és az átépítés. Tehát annak ott nagyon komoly üzenete volt, történelmi, emlékezett, politikai üzenete is, mert hát azért a 90-es években még nagyon közel volt a fal. Tehát, hogy ez az épület akkor még tulajdonképpen pont ott állt a határon, egy nagyon agyonsújtott történelemmel, tehát, hogy egy nagyon szimbolikus gesztusnak is tűnt az egész, de mondom, nekem inkább az volt izgalmas benne, ahogy ezt az egészet lebonyolítják, és az egész egyszer csak formát ölt. Tehát, hogy valahogy tényleg egy műalkotásként öltött formát ez a dolog, és tényleg volt különbség, vagy érezhető különbség volt ahhoz képest, ahogy egy építőipari vállalatot eljárt volna ezzel kapcsolatban. Érdekes egyébként, hogy néha ezt előhozza mostanában a Johann Wundertracht néven dolgozó Forgács Kristóf, aki hát főleg az interneten mutatja meg, hogy a saját művészetét Johann Wundertracht álnéven megmutatja a különböző építkezéseken, hogy Johann Wundertrachtnak hol vannak most különböző munkái, tehát hogy fiktív műveket hoz létre, illetve műveknek nevezi ki ezeket az építkezéseket itt-ott a világban, főleg Németországban meg Magyarországon, úgyhogy ott látszik azért tényleg ez a különbség. Igen, ez az álnéven futás, ez divatos mostanában. Hát mindig is az volt. Vagy igen, már egy jó ideje az. Igen. Egy nagyobb ugrás idehaza, Pólya Zsombor szintén becsomagolt, de egy köztéri szobrot. Inkább bedobozolt. Ja, igen, egy dobozt helyezett rá. Tényleg azon gondolkoztam is, hogy vajon van-e alja annak, vagy hogy rakta rá, vagy csak így egy ilyen egyszerű faszerkezet, amit így rá lehetett illeszteni arra a szoborra. Nekem úgy remlik, hogy van róla a fotósorozat a folyamatról, hogy így felhúzott egy ilyen falakat köré. Ja. Tehát, hogy egy ilyen teljes projekt, ezt majd mindenképpen megosztjuk a Facebookon és az Instagramon veletek, hogy lássátok az egész projektet. Ez is 2021-ben volt, ugye pár részletet azért mondok belőle, hogy Mihály Kolotkónak a Roskovics Ignácról készített szobrát vagy dobozolta be, mi szerint, hogy nem tartja elég jó művészetnek, és ugye itt egy teljesen más célról van szó, mint ugye Kristóéknál, ugye ők a... A történelemen nem? Igen, de ugye, mert, hogy ha igazából, mit is mond Kristó, igazából ott arról van szó, hogy ők a béke mellett projektelnek, hogyha nincsen háború, nincsenek vérengzések, akkor nem kell ugye diadalívet, nem kell olyan épületeket felhúzni, tehát valami ilyesmi a projektje. Itt meg ugye Zsombor egész másra akarja felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy ezzel megmozdulással kapcsolatban neked milyen gondolataid vannak. Még a Kristóhoz azért egy mondat, tehát, hogy azért minden épületnél nagyon más volt az ő megközelítés. Igen, én erre a párizsi projektre gondolok, igen. Most konkrétan az az utolsó projekt, aminek ilyen nagy szívügye volt, és hát már nem is ő hozta létre, hanem csak a tervek alapján készült el. Kevéssé végig gondoltnak tartom egyébként a Pólya Zsombor munkáját. Egy hatásos akció volt, elég nagy média visszhanggal, viszont egy csomó olyan aspektusa van ennek a történetnek, ami ebből kitakaródott.
tehát nem volt benne a Pólya Zsombor munkájában. Ugye ez tényleg egy nagyon rossz szobor, tehát ez egy szégyen, hogy ott van a Kolotkónak a Roskovics Ignác szobra. Ez egy másolat, az eredetie Ungváron van, és ott állították föl, és aztán egy ukrán vállalkozó ajándékozta Budapestnek ezt a másolatot, vagy ezt a másodpéldányt ebből a szoborból. Na hát már Ungváron is nagy marhaság az egész, mert szegény Roskovics Ignác, ő egy jóra való egyházi festő volt leginkább, és az életében nem ment ki tájat festeni szerintem, meg pláne nem a Lánchidat, meg a környéket. Tehát ugye ez akkora marhaság, hogy a Holdról is látszik. És hát egyébként egy nagyon furcsa, elég sötét hátterű ukrán vállalkozó volt az, aki ezt Budapestnek ajándékozta, ezt a szobrot. Tehát az egész történet bűzlik jobbról-balról. Igen, ám csak, hogy ugye a Kolotkó is félig ukrán, félig magyar, vagy hát így a kettő között ingázik, és hát jelenleg ugye mi történik Ukrajnában, ez nem 2021-es, hanem 22-es, tehát ez mostani projekt, tehát most csinálta meg. Az ukrajnai háború kapcsán válik ez nagyon érdekes, hiszen ott akár még Lvov környékén, meg akár még a Kárpátalja felé is folyamatosan csomagolják be a szobrokat. Tehát, hogy védekezésként csomagolják be a szobrokat. És hát ezt az összefüggést így figyelmen kívül hagyni ezzel a projekttel kapcsolatban, ez szerintem egy óriási hiba volt. Mert hát így egyszerűen egy művész tiltakozik az ellen, hogy a zsáner szobrok ellepik Budapestet. Hát a világot ellepik a zsáner szobrok, tehát tiltakozhatunk a világ ellen is, de közben itt van a világ egyik legfontosabb és számunkra is húsba vágó története, az oroszok háborúja Ukrajna ellen, és ehhez képest ez valahogy pont azon a helyen, ahol ezt meg lehetne említeni, ez kimarad egy műből. Tehát én ezt egy nagyon kevéssé végig gondolt dolognak tartom emiatt. Igen, ezt a dolgot én is egy kicsit így érzékeltem, hogy hiányzott benne a teljes átgondoltság, meg hát viszont azt tartottam benne nagyon érdekesnek, hogy iszonyatosan fölkapták közben pedig, tehát hogy tényleg így minden média területen megjelent róla a cikk. Rendben, de hát a Van Gogh kép leöntése is ugyanilyen média visszhangot kap, és az is egy végig gondolatlan akció hát szerintem. Hát teljes mértékben az, igen. Meg hogyha művészeti szempontból tekintünk arra, hogy jó, egy zsáner szobor mondjuk nem képvisel valódi művészeti értéket, egy bedobozolt zsáner szobor sem érzem, hogy már installáció címszóval műalkotásra vált volna. És mégis így van eladva. Igen, de a Pólya Zsombor munkái közé ez beilleszthető lenne szerintem, tehát hogy abban, hogy ő gondolkodik művészetről, átírásról, szerintem ez beilleszthető lett volna, ha tényleg csomó aspektusát még végig gondolja. Tehát most például az oroszok Kijevnek azokat a pontjait lövik, ahol ezek a nemzeti emlékművek vannak, és most külön erre talál ki az ukránok különböző elbarikádozási módszereket, hogy lehet megvédeni mondjuk a Tarasz Sevcsenko emlékművén. Tehát ebben a környezetben és ebben a helyzetben erre nem gondolni, az szerintem nagyon komoly hiba. Egyetértek veled, igen. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és megbeszélted ezeket az érdekes projekteket, vagy éppen nem átgondolt projekteket, mert ugye van mindenre igazából példa, de azt leszűrhetjük, hogyha valaki valamilyen konceptet létrehoz, akkor nagyon át kell gondolni, hogy mit akar és miért, hogyan. Főleg a köztérben, tehát a köztér ugye mindenki, azért köztérben mindenki számára nyilvános és nyitott, és ott pedig különösen élesen tudnak egymással a különböző felfogások és érdekek ütközni. Ezeket az anyagokat mindenképpen megosztjuk veletek az Instagramon és a Facebookon is. Iratkozzatok fel oda, szóval, hogy kövessetek minket, akkor nem fogtok lemaradni róla. Illetve az a kérdésünk, hogy nektek mi a véleményetek például Pólya Zsombornak ennek erről a munkásságáról, hogy szerintetek is átgondolatlan, vagy pedig ti beleláttatok valami plusz extra dolgot.
Köszönöm, hogy hallgattatok minket, és sziasztok! Sziasztok!